Barátok, zenészek, civil szervezetek fogtak össze, hogy műtét és kezelés sorozatok következtében nehéz élethelyzetbe került salgótarjáni fiatal hölgynek segítséget nyújtsanak. Jótékonysági koncertet szerveznek február 15-én az agyveronai közösségi házba. A kezdeményezés élére a Szürke Állomány zenekar tagjai álltak. Régi rockrajongóról van szó, aki a volt hangár, amit csináltunk, hogy a törzsvendégünk volt is, azonnal reagáltunk, hogy valamit segíteni kell neki, van nagyon rossz helyzetben van. Úgy egészségileg, mint lakhatásilag, mindenféleképpen, megélhetésileg. És akkor jött az ötlet, hogy valamit tegyünk, és azt találtuk ki, hogy egy segélykoncertet szervezünk Zagyvarónán, a Bátki József közösségi házban, 15-én szombaton 18 órától, és a teljes bevételt azt felajánljuk a Rita gyógyulására, és a további életéhez megpróbálunk ezzel segíteni, hozzájárulni. A kezdeményezéshez több zenekar is csatlakozott. Három zenekar fog fellépni, a George Blond Rock Horda, a helyi illetőségű csapat, Szokolyáról az Emberöltő zenekar, és zárásként a Szürke Állomány zenekar fog műsort adni. Van még néhány lehetőség, amellyel segíteni lehet. Aki nem tud megjelenni, de szeretne segíteni, a Szürke Állomány zenekar Facebook oldalán Ritának a számlaszámát megtalálja, és ott bármilyen összegű felajánlást nagyon szívesen fogadunk. A zenekar a koncert után sem szeretné elengedni a segítségre szoruló kezét, már tervezik a segítség egyéb módjait is. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a nagy horderejű műtét, ami előtt áll a Rita, nagyon jól sikerülne, aztán a további életét figyelni fogjuk és egyengetni szeretnénk, és a következő lépcső az lesz, hogy a lakhatását szeretnénk megoldani, és a megélhetését, hogy minél egyszerűbben, minél gördülékenyebben, de hogy kézzelfogható legyen az, hogy ez a lány újra talpra áll. Ehhez is többen felajánlották már a segítségüket, úgy tudom. Igen, hál' Istennek a zenész társadalom az mindig is híres volt erről, nagyon sok zenész jelezte, hogy ha ilyen gond van, akkor szóljunk, sőt, motorosok felajánlották a segítségüket. Tehát szerintem 30-40 ember azonnal mozdítható erre a dologra, és hát szeretnénk segíteni.